Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, jöjj el mese szóra. Mese-mese mátka, gyere el a bálba, ingó-bingó rózsa, kezdődjön a móka. Szeretettel. Ez a mese rólunk negyedik césekről szól. Egyszer volt, hol nem volt, az Operenciás hegyen túl, de még az Üveghegyen is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túl, volt egy káprázatosan szép vidék. Ezen a csodálatos tájon békében élt egymás mellett 25 királyság. Ennek a királyságnak volt 25 királya és 25 királynéja. Éltek, érdegéltek, szeretetben, boldogságban. Örömük akkor teljesedett ki igazán, amikor láss csodát, hasonló időben a 25 család gyermeket vár. Nagy volt ám a lelkesedés, a családok izgatottan várták az utódokat. A 25 király majd kibújt bőréből örömében, amikor megszületett csemetéjét. Követeket küldtek a szélrózsa minden irányában, hogy tudassák mindenkivel. Hát még azok a tündérek, hogy örültek, akiket ezután nagypapinak és nagymaminak szólítottak. Szóval épp 12 herceg kisasszony és 13 herceg fiú született. A szüleik gondosan öltöztették őket, simogatták, becézgették, nevelgették. Az utódok pedig növekedtek, és egy szép napon elérkezett az idő, hogy beírassák őket a királyi iskolába. Megtanultak írni, olvasni, számolni, gyerekoltak bölcsességben és szeretetben. Rutinosak lettek torna gyakorlatokban, és idegen nyelveken kezdtek beszélni. A mai napon pedig összegyűlteztek, hogy számot adjanak fenntudásukról is. A történetnek itt nincs vége, csupán egy szakasz zárult le. A folytatáshoz kívánunk sok erőt, egészséget, kitartást és jó kedvet!